A kifutó bejáratánál toporzékol az egyik idős ázsiai elefánthölgy a nyíregyházi állatparkban. Nem véletlenül, hiszen tudja, ha nagy a hőség, érkezik gondozója egy frissítő zuhannyal, akit nem csak elfogadnak, várnak is ilyenkor. Alapvetően a gondozók átveszik a vezértehénnek, az elefánttehénnek a szerepét, hiszen alapvetően az a szociális kapcsolata az állatoknak, hogy a tehenek együtt élnek, és élükön egy vezér áll. Itt nálunk a gondozók töltik be ezt a szerepet, de ez nem lehet akárki, hanem óriási kisugárzással kell bírni annak a gondozónak, aki tulajdonképpen őt vezértehénnek választanak, hiszen egy gondozó 80-90-100 kilós fiatalember, egy elefánt viszont 3-4 tonnás is lehet. És a melegben addig kell locsolni őket, ameddig igénylik. Gabi, egyszerre mennyit tudnak meginni? Hát 80 liter körül. 80 liter per fő? Így van. Egy kocka, amit látod, már lesz egy kert a tartalmasságot, és nem mindegyik. Mindjárt fogja érezni a megtelt, de még bírja. Az elefánt wellness-t naponta 3-szor élvezhetik a nőstények. Ha pedig vége a gondozói kényeztetésnek, saját magukat hűsítik tovább. Erre a legjobb módszer számukra, ha ormányuk segítségével homokot szórnak a hátukra. Az így keletkező sárréteg nem csak a napkáros sugaraitól, az élősködőktől is védi őket. A nyíregyházi állatpark egyik jellegzetessége, hogy ahol csak lehet, társas kifutókban tartják az állatokat. Az ázsiai elefántok sincsenek egyedül. Az egyik nagy kedvenc helyszín ez az ázsiai elefánt bemutató, hiszen alapvetően itt nincsenek rácsok, hiszen használjuk az állatnak azon tulajdonságát, hogy nem tud ugrani az elefánt, de tulajdonképpen egy száraz árok kiváló védelmet nyújt, kordába szorítani a gondozót az emberektől, és mégis sokkal barátibb így megtekinteni ezeket a hatalmas szárazföldi emlősöket, és nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ők társas kifutóban élnek, indiai antilopokkal. Nyilván aprócska gazella alkatú állatokról van szó, villanypásztor segítségével tudnak ők igazából megpihenni az elefántoktól, de a létszámuk az óriási, hiszen 20 indiai antilop nőstényünk van, és minden 20-nak borja született, úgyhogy hemzseng most az élet itt az állatpark kifutóiban. A nyári forróságot 5000 állat 5000 féleképpen vészeli át. Az indiai orrszarvúk például a nap nagy részét dagonyázással töltik, míg mások fagyit kapnak. Ilyenkor a főemlősöknek tulajdonképpen fagyasztott gyümölcsöt adunk, vízzel elegyítve, úgy látom, hogy szőlő és dinnye lesz a mai menü, ezt most a gyűrűs farkú makik fogják megkapni. Gyertek! Jó napot kívánok! Szőlős dinnye, és jó lesz? A maki fagyit jó ízűen kezdték nyalogatni a látogatók körében is népszerű állatok. Néhány perccel később pedig a dinnye darabokkal dúsított fagyasztott levet a fehérkezű gibbonok is megkapták. Az ilyen csemegékkel a 14 éves pár is jobban élvezi a nyarat.